A megyében sokrétű erőteljes munkát végeznek a helyi szervezetek. Fél évente például jótékonysági programot is megvalósítanak. Létrejött a megyei KDNP-nek a önkormányzati tanács nevű szervezete. Ez Brassai Imre Hadkötöny KDNP-s polgármestere fogja össze. Egy olyan szervezeti alkalmakat jelent, amikor polgármesterek, országgyűlési képviselők, tagok olyan témákról beszélgethetnek, amelyek mindenki számára politikailag érdekes, nagyon sok hozadéka van ennek. Dr. Filvik Géza a kormány elmúlt időszakának családpolitikájáról is szót ejtett. Csók, adócsökkentés, gyermekétkeztetés. Ezek voltak napirenden a sajtótájékoztatón. Az adócsökkentéssel, melyet most hozott törvénymódosítással, 260 milliárd forint marad a magyar családoknál. 260 milliárd forint jövőre, ennyivel több pénz marad náluk, amelyet el tudnak költeni, és a két gyermeket nevelő családoknál gyermekenként havonta 15 ezer forintról 17.500 forintra emelkedett az adókedvezmény. A helyi önkormányzatoknál is jelentős szerepet vállalnak a párt tagjai. Vannak polgármesterek, alpolgármesterek, közgyűlési tagok és természetesen több képviselő. A KDNP Várskiskun megyében, én azt gondolom, meglehetősen erős, 23 szervezetünk van, jelentős taglétszámmal, és ebből a 23 településből 17 olyan település van, akik érintve vannak az önkormányzatisággal.